Hogy az elején kezdjem, korom ellenére még mindig az anyám házában kell élnem, egyszerűen azért, mert nincs egy fityingem sem. Biztosan azt hiszi, hogy író ember vagyok. Minden, amit publikáltam, nem több, mint egy pár esszé és egy kötet kritika. Nem írom meg azt, amit szeretnék. Mert ha publikálnám, félnék, hogy megölöm az anyámat. Továbbá ki vagyok téve korom és közismerten rossz egészségi állapotom ellenére a kormányzat zaklatásának, amiért nem akarok részt venni egy teljesen nevetséges háborúban, amely, és ez az, amit nem fognak fel, rengeteg ember halálát okozza. Úgyhogy most be kell érnem lealázó pamfletek írásával a sorozás elleni társaság számára, ami előbb-utóbb börtönbe juttat. Más szóval zavaros, megfélemlített maradi alak vagyok, akinek nincs pénze és szereti a jelzőket. Biztosan nem ilyen vészes. Nem. Tényleg igaza van. Másképpen tiszteletre méltó idős buzi vagyok, szerény anyagiakkal. Azt hiszem, most mennie kéne. Sötétedik. Á, nem. Nem, imádom a sötétet. A legizgatóbb alkalmak. Ne utasítson el néhány egyszerű örömöd, drágám. Végül is mi vár ránk az öregkoron kívül? Tényleg, képzelj el. Az eső, a magányosság, a megbánás. Nem tudom elképzelni. Jó, várja meg, amíg szembesül vele.